1823. január 22-én tett pontot Kölcsey Ferenc a himnusz sorainak végére, 1989-ben pedig a magyar állam ezt a napot a Magyar Kultúra Napjává nyilvánította. Szombaton Nyíregyházán a megyeháza adott otthont az ünnepségnek, ahol a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Baracsi Endre az eseményen arról beszélt, Kölcsey Ferenc intelmeiből világossá válik a jövő nemzedékei számára, hogy a kultúrát nem elég csupán ápolni, azt meg is kell teremteni ahhoz, hogy a nemzet egységes maradhasson. Ebben az évben, a 2020-as évben azt hiszem, hogy különleges jelentősége is van, hiszen a nemzeti összetartozás éve van, és úgy gondolom, hogy az összetartozás a kultúrától teljesen elválaszthatatlan, összefort ez a két fogalom, magyar kultúra és nemzeti összetartozás, és mind a kettő a magyarság megmaradásának, úgy gondolom, hogy az áloga, és ezért is nagyon fontos az, hogy ebben az évben minden nap a magyar kultúrájé, minden nap a nemzeti összetartozásé, és minden nap, minden pillanata a nemzet megmaradásáról kell, hogy szóljon. Az ünnep központi rendezvényét másnap Szatmárcsekén tartották, azon a településen, ahol Kölcsey Ferenc megírta Magyarország himnuszát. A hagyományokhoz híven délelőtt református istentiszteletet tartottak, ahol átadták az idei Kölcsey emlékplakettet, amelyet Bereményi Gézának ítéltek oda. A Kölcsey társaság elnöke laudációjában úgy fogalmazott, a Kossuth díjas író a magyar kultúra szövete, munkássága pedig arról árulkodik, hogy a kultúrának nemzedékeket és közösséget összekötő funkciója van. Azt hiszem, hogy amikor kultúráról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hiszen nyilván generációk közötti különbségeket nem tudjuk elmosni. Egy nagyon bölcs ember mondta azt, hogy ne akard mindenáron megérteni azt, ami a fiatalokban van, mert az ő lelkük már a jövő házában lakik. De kell valami, ami a jövő házát, meg a ma házát, meg a tegnap házát összeköti, és szerintem ez a kultúra. És ebben Bereményi Géza az írásaival, a verseivel, a filmjeivel, a forgatókönyveivel valami nagyon-nagyon maradandót alkotott. Bereményi Gézát írói munkájáért 1984-ben József Attila, 2001-ben Kossuth díjjal jutalmazták. Filmrendezői munkásságáért 1989-ben Balázs Béla díjat kapott, de dalszövegeiért is számtalan kitüntetésben részesült. A művész meghatottan vette át az újabb elismerést. Nagyon örülök és meg vagyok tisztelve, és örülök, hogy itt lehettem, és nagyon jó volt minden. Az eseményen ünnepi beszédet mondott a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki úgy fogalmazott, a himnusz nem csak az ország legismertebb költeménye, abban is hatalmas szerepet játszik, hogy összekösse a magyarságot. A mai napon, illetve ezekben a napokban arra emlékezünk, hogy Kölcseyekor írta meg nemzeti imádságunkat, a himnuszt, amely elsősorban a nemzeti identitásunk alapját jelenti. Éljünk bárhol, magyarok a nagyvilágon. Azt gondolom, hogy a kultúránk, a nyelvünk, a közös ünnepeink, közös szokásaink és a himnuszunk az, amely minket, bennünket összefog, illetve összetart most már évszázadok óta. Az ünnepség a szatmárcsekei fejfás temetőben ért véget, ahol az egyházak képviselői, önkormányzatok, pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat, és hajtottak fejet Kölcsey Ferenc a himnuszköltőjének síremléke előtt.